Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Jön egy kis elmélkedés a gamer világról és a változásairól, ami felé haladunk, de ez csak egy észrevétel, megeshet, hogy nem így van. Egy kis összefüggést vélek felfedezni bizonyos dolgok között. Szeretném ezt megosztani veletek, mert kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek erről, már ha kommentben, ha hajlandóak vagytok ott hagyni. Szóval beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért van az, hogy legalábbis miért gondolom én, hogy van az, hogy a játékkészítő cégek egyre inkább az open world felé hajlanak, és az abban rejlő lehetőségekben, az abban rejlő ilyen mikrotranszakciós gazdasági rendszerekben, és hogy miért tolják el ezeket a játékokat abba az irányba. Legalábbis szerintem, de én ezt így látom. És hogy milyen összefüggés van mind ez a YouTube-bal, Twitch-el, velünk, gamerekkel, és hogy mi lehet mégis a mozgatórugója az egésznek a hátterébe. Elég misztikusan beszéltem most arra, de valamivel fel kellett vezetni a videót. Na szóval, és ugye... Tegyük fel például, az Ubisoft erre egy nagyon-nagyon jó példa, Far Cry-jal, Ghost Recon-nel, Division-nel, szóval, és azt nézzük, hogy az EA is már egy ilyen efféle taktikai irányba húz, remélhetőleg, és ha összerakjuk a kezünket a megjelenő Anthem nevű játékukkal, és az is egy teljesen ilyen open world, ilyen Destiny féle koppintás lesz, és hát ugye nem beszélve az Activisionnek a Destinyről, ami hát sajnos nagyon-nagyon csúnyán bebukott, de a lényeg ugyancsak itt van, és ez ugye ez milyen összefüggésben van velünk, akik YouTube-ra csinálnak videókat, vagy nagyobb YouTube-osokkal, akik igazán komoly pénzt keresnek bele, és milyen hátulütője is, is lehet. Na szóval, és ugye azt kell mondjam, hogy azért a lineáris játékok nagyon-nagyon mókák tudnak lenni. A legtöbb kedvenc játékom az lineáris játékokból áll igazából, és ugye mint a Call of Duty, mint a single playerek, vagy nem tudom, mondhatnám a God of War, nem mint hogyha lenne egy PS4-en, vagy PS5-en egyáltalán, de játszottam a játékokkal, és kurva jók voltak. És az egyik legjobb játékok nem feltétlenül open worldben vannak, hanem a lineáris történetvezetésben és akcióvezetésben és a többi. De mégis valamiért ugye a játékkészítők oda tartanak, hogy open world is ott van. És az egésznek a hátterében mi meglepő lesz, figyeljél, milyen meglepő lesz, az egésznek a hátterében azt mondom, hogy a pénz van és a média plusz reklám. Mire gondolok itt? Azt azért mindannyian észrevettük, ugye, hogy az elmúlt 10 évben, 20 évben az internet, a YouTube, Twitch és a különböző streamer platformok teljes mértékben egy nagyon nagy részét, több mint 50%-át azt mondom, hogy átvették a média és a reklám szerepének. Mire gondolok itt? Streameled a játékod, játszol a játékoddal, felcsinálsz róla egy videót, csinálsz róla tutoriál videót, és mindez egy hatalmas reklámot jelent az adott cégnek, aki készíti azt a játékot. Hogyha egy nagy youtuber esetéről van szó, akkor ugye annak még fizetnek némi pénzt is, hogy nesze itt van, csináljad, de a mennyiség, az eljuttatott üzenet az emberekhez, ami ez az a youtuber el tudja juttatni az üzenetet, az hatalmas ahhoz képest, hogy amennyit fizetnek annak a YouTube-osnak. A kisebb YouTuberek, mint például én, azok full ingyen csinálják, mert élvezik azt a játékot, ugye, és akkor miért ne beszélnének róla, mi is, persze, én is keresek valamennyi pénzt rajta, de közel sem annyit, hogy azt mondjam, hogy öcsém, abba hagyom a munkámat, és YouTube-ban foglalkozom, de egy hatalmas részét levette a reklámok költségének, ugye, a játékkészítőkről, a YouTube és a legtöbb az indie játékkészítők, mindenki arra megy, hogy YouTube-on megkeresek egy YouTubert, de engem is sokszor megkerestek kisebb indie cégek, hogy mutassam be a játékukat, aztán vagy bemutattam, vagy nem, attól függ, hogy mennyire illet bele a profilomba. És itt
tartunk most, és mégis milyen összefüggésben van ez az open worldben, mindjárt rátérek, csak ugye manapság miben van a pénz, ha arra van szó, hogy gaming, az egyik ugye a kompetitív játékokban, mint a Chego, a LOL, akkor van ugye az open world játékokban, Far Cry, Ghost Recon, Division, Warframe, tessék, Path of Exile, szóval rengeteg ilyen játékban ugye van a pénz, és a lineáris játékokban is van egy kis pénz, de közel sem annyi már, mint ezekben az imént felsorolt játékokban vagy kategóriákban. Na és, de mi, hogy mennyire szólhat a pénzre, és megint csak mondom, ez egy összefüggés, rajtatok áll, ti ítélitek meg, ez csak így nem tudom, így rávetek egy kis fényt erre a dologra, hogy mennyire gusztustalan szól a pénzről. Ím itt egy elmélet, én vagyok a játékkészítő, oké? Csinálok egy játékot, open world legyen, telerakom néhány játékszerrel, odaadom egy youtubernek, nesze játsszál vele, fedezd fel magadat, csak streameljed, az a lényeg. És ez a youtuber fogja, játszik vele, streamer azt mondja, jaj, de jó, én meg adok neki egy 5000 dollárt, vagy többet, és jaj, de jó, ez a játék, ennyi mindent lehet benne csinálni, és konkrétan ezzel mi történik, ugye egy csomó emberhez eljutatom az üzenetemet, azoknak megtetszik, azok megveszik, én meg gazdag leszek, című történet, és a másik pedig, ugye, amitől nagyon fontos például az open world-ság, az, hogy rengeteg tennivaló van benne. Tehát odamész és azt csinálsz, amit akarsz, emiatt a műsor, amit az adott Twitch streamer, YouTube streamer, YouTube videós csinál, soha sem egyforma. Mindig van miről beszélni, mindig van amiről tutoriált csinálni, mindig lesz valami műsor, amit le lehet adni, ezért gondolom így, hogy az open world játékok konkrétan semmi oknál fogva nem készülnek jobban, hanem mert több pénz van bennük, több pénzt lehet velük termelni, és a médiumoknak, vagyis ugye a youtubereknek, streamereknek, stb. Ugye több content jut, többet tudnak videózni róla, és ezáltal mivel ők pénzt csinálnak, a cég is csinál ilyen kész kezet most alapot. De ez csak egy meglátás. És ezzel nincs semmi baj, ugye? Nekem is jól esik egy pár dollárt összeszedni, amire kijön a következő játék, meg tudom venni a YouTube pénzből. Ez így rendjén van, azt csinálom, amit szeretek, játszom a játékkal, kifejthetem a véleményem, eljuthatom hozzátok, és ez így kurva jól ki van találva, és pénz van benne. De viszont a hátulütője, és ugye itt jönne a lényeg, a hátulütője az egésznek manapság, sokkal játékba futok bele, Sea of Thieves például, ami most azért nagy hype vette körül, de mégis egy hatalmasat bukott abban a szempontból. Nincs, amit tenni ebben a világban. Tehát megalkotnak egy gyönyörű open world-ot, és nincs mit csinálj benne. Nem raknak bele contentet. Destiny 2. Menjél farmolgassá, és minden repetitívvá válik, nem raknak bele contentet. Tehát amire akartam célozni az előbb azzal, hogy hozzádobnak néhány játékot, és fedezd fel magadat, az oké, egy ideig, óráig, de viszont a programozás még nem tart ott, hogy ez teljesen, hogy is mondjam, ki lehessen élvezni. Nem tartunk ott, mint a Ready Player One-ban a filmben most, hogy odamész, és tényleg úgy, és azt csinálsz meg, amit akarsz, mivel hogy egy korlátok között open world, de mégis korlátok közé van téve, és ezek a korlátok maguk a készítőknek a fantáziája, ami hát valljuk be, ők is emberek, nem terjedhet ki mindenhova. Továbbá a programozás korlátainak köszönhetően mindenfélét nem is tudnak megprogramozni, amit talán ők szeretnének, vagy amit mi szeretnénk csinálni, és nagyon kevés játék tud adni szórakozást, hogy tényleg sok színű és sok rétű dolgot csináljunk. Szóval, amire itt ki akarok jutani, tök jó, hogy open world-ot kapunk, de az nem feltétlenül tesz jót a minőségnek, és így most rátérve a minőségre, ugye? Eddig minden rendben volt, open world, youtuberek, streamerek összedolgoznak, azt csinálnak, pénz, jön a pénz, jön a pénz, mindenki boldog, mert van pénzünk, de mi van a minőséggel? És az elmúlt pár évben a játékok minősége, történet vezetése, open world vagy nem open world, de inkább az open world rátérve nagyon-nagyon-nagyon silány lett, és kevés olyan játék van, aminek van egy jó történetvezetése,
Kivéve, hogyha régebbi fajta, mondjuk, jó, tudom, hogy ez egy felülnézetes hack and slash izé, de mondjuk Path of Exile nem egy mai játék, de egy nagyon jó történetet találtak ki valamikor neki, és azóta abból van, él. De például a Far Cry 5-nek a története egy bizonyos szempontból egy kicsit üres lett. Szóval emiatt, hogy egy ilyen pénzcsinálási mechanizmus mögé bújik az egész, a minőség elvész. Mivel hogy, ugye, egy lineáris játékban, de még ha open world játéknak is, ha van egy története, konkrét története, arról nem lehet beszélni sokat, arról nem lehet videót csinálni sokat. Ha végigjátszást csinálsz róla, akkor konkrétan lelövöd a poént, ki fogja nézni akkor a videódat, akkor abból nem jön pénz, és nem lesz reklám című történet, ugye? És hogyha csinálnak egy vonalvezetést, egy történetszál vezetést ebből abban az adott játékban, akkor konkrétan a játékkészítők elesnek a pénztől. Szóval ez az az összefüggés, amit én láttam. Eljutottatok eddig a videóval? Tehát mondjátok, hogy jöp, igen, én eljutottam eddig, hashtag macskabugyi. Ezt kérem a kommentben, eljutottatok eddig a videóval. Szóval egy ilyen összefüggést én látok ebben az egészben, és emiatt a játékok minősége egyre lejjebb fog hagyni. Inkább dobnak hozzád egy open world-ot, kezd vele, amit akarsz, csináld meg a saját történetedet, már amennyire az adott programozási kód ezt engedi, persze, mert olyan fantáziadúsan nem tudsz csinálni dolgokat, azért csak mindennek van egy határa programozott világban, de történetvezetés már nem fogunk csinálni, mert hogy egy, az drága megprogramozni, kettő, minek lőjön, lelőved a poén, nem veszik meg a gamerek, így már tudják, mert végignézik livestreamben, és a többi. Szóval emiatt egy kicsit a lineáris játékok, vagy a történetvezetés bármilyen játékban úgy érzem, hogy haldoklóban van, és egyre inkább rá vagyunk kényszerülve arra, hogy a saját történetünket csináljuk meg, azon világ korlátai van belül, mert azért nem probléma megcsinálni a saját történetedet, mert az tök jó, de korlátokba fogsz ütközni, programozási korlátokba, és emiatt a minőség hanyatlik, és nagyon gyorsan elunjuk a játékokat. Megesett, hogy ez is valahol a cél, hogy aztán jövőre megvegyük a következő új játékot, és a többi, és a többi. Szóval nagyon kevés ilyen játék van manapság a világon, ami egy jó történetszál vezetéssel van, és emellett egy ez ad értelmet az open world játékának. Az egyik legjobb játék szerintem ebben a manapság a Tom Clancy Wildlands, mert minden adott régiójának a térképen, amerre mész, egy adott kis akció történet van, amit legalább 10 féleképpen meg lehet közelíteni, így aztán sosem válik egy bizonyos szempontból unalmassá, leszámítva azt, hogy folyton lövöldözöl, de a megközelítése az adott szituációnak például abban a játékban nagyon jól van kitalálva, és többféle úton, módon futhatsz neki annak a bizonyos kis történetnek. És van természetesen egy történet vezetése is, szóval bizonyos szempontból nem unalmas ez a játék, de így látom én egy afféle hanyatlást, legalábbis minőségben a hanyatlást, legalábbis addig, amíg a programozási kód és nyelv tényleg meg nem engedi azt a szintű szabadságot, hogy tényleg egy saját történetet alkothass meg. Egy nagyon jó úton jár amúgy ebben a Far Cry, és ahogy egyre több és nagyobb engedélyt adnak nekünk a map editorjához a Far Cry-nak, mivel most már külön saját játék történetet csinálhatsz, és azt kioszt, megoszthatod a néppel. Én is csináltam saját térképeket, tök jó értékeléseket kaptak mind a kettő, és saját játékot is tervezek csinálni, amit már még csináltam is volt annó Far Cry 3-ban, csak akkor még nem volt ugye rá lehetőség, hogy ezt így megosszuk a néppel, és feltöltsük valóban, és azok játszhassanak, de most már lehet rá lehetőség, és így megalkothatod természetesen korlátokon belül a saját történetedet azon a játékon belül, azon az open world játékon belül, amit már kijátszottál rongyosan, hát tök jó, nesze itt egy motor, és csinálj saját történetet akkor, hogy tovább tudj játszani a játékunk. Úgyhogy ha valami nagyon jó a Far Cry 5-ben, az, hogy a map editorjukat ennyire megosztják a nyilvánossággal, és remélhetőleg a jövőben még jobban, és még több lehetőségekkel
fogják színesíteni ezt a map editort, mert nagyon-nagyon jól néz ki. Jó, persze. Ezt mondom olyan amatőröknek, mint én, tehát aki szeret így hobbiból csinálni egy-egy multiplayer pályát, vagy egy ilyen rövid játékot, mert aztán ha ott az Unreal Engine, azzal aztán azt csinálsz, amit akarsz, és ingyenesen elérhető bárkinek. Szóval nem arról van szó. Természetesen, de hogyha most arra fókuszál, hogy az adott játékodban, amit már rongyosra játszottál, és tetszik, és szereted, abban, ha tudnál kreálni egy új történetet, mégpedig ha tudnál úgy kreálni egy új történetet, hogy nem kell egy map editorba menjél, hanem hogy folyton felfedezze valami új történetet, ami egy új szálhoz vezet, és ugye a játékkészítők nem kell update-eljék a játékot, tehát már ott tartánk a programozással, hogy És akkor azt hiszem igazán, igazán lényeges és értelme volna a streamnek és a médiának, a YouTube-nak, mindennek, mert akkor igazi, egyedi contentet készítesz, nem pedig a programozási nyelvbe belerejtett, irányított játékon mész keresztül, ami egy nagy semmi, mivel hogy történetvezetésre nem fókuszálnak, azért, mert abban már nincsen pénz. Nos, srácok, ez lett volna egy ilyen kis összeesküvés meglátás elmélet. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, hagyj egy kommentet, neked melyik a kedvenc open world játékod. Ha kérdésétek vannak, itt kommentben vagy Facebookon is megtaláltok. Discord szerverünket videó leírásában link, használjátok. Egészséggel, köszönöm a figyelmet, sziasztok!